Skócia az Egyesült Királyság második legnagyobb ország része terület és népesség alapján. Fővárosa Edinburgh, lakossága körülbelül 5,5 millió fő, területe pedig nem sokkal kisebb Magyarországnál. Egészen 1707. május 1-jéig független állam volt, ekkor azonban az egyesülési törvények politikai unióba vonták az angol királysággal, és ezzel létrejött Nagy-Britannia. A 2014. szeptember 18-án tartott szavazáson a résztvevők 55%-a az Angliával, Wales-szel és Észak-Írországgal való unió fenntartása mellett tette le a voksát. Az Aberdeen Harbour Board az ország és a világ egyik legrégebb óta működő vállalkozása. A hajózással foglalkozó céget még 1136-ban alapították. A skót dudát valójában Egyiptomban találták fel. A brit szigeteken a rómaiak honosították meg. Skócia legismertebb és legnépszerűbb itala a whisky, a skót gél nyelvből származik, melynek jelentése az élet vize. 1872-ben Glasgow-ban játszották a világ első nemzetközi futballmérkőzését, melyet Anglia és Skócia játszott egymással. Az összecsapás végül 0-0-ás döntetlennel ért véget. Skóciában 1915-ben törvényben tiltották meg, hogy az emberek barlangokban lakjanak. A skót Prestwick Golf Club minden évben bajnokságot rendez. Az első versenyt még 1860-ban hirdették meg, így ez a világ legrégebb óta megrendezett golfbajnoksága. Annak ellenére, hogy a híres, hírhet Loch Nessi szörny létezését eddig még nem sikerült bizonyítani, már Krisztus előtt 565-ben is megemlítették feljegyzések. A rettenthetetlen valójában nem William Wallace, hanem első Robert skót király ragadvány neve volt, csak az 1995-ben bemutatott, Mel Gibson főszereplésével készült nagy sikerű mozifilm miatt terjedt el ez a téves információ. A skóciai Saint-Goarban található a világ legrégebb óta folyamatosan működő postahivatala, melyet még 1712-ben nyitottak meg. A skóciai Bannebridge városát a világ egyik UFO központjának is nevezik. Az itt élők állítása szerint évente körülbelül 300 azonosítatlan repülőtárgyat figyelnek meg a település felett égbolton. A vörös haj a legritkább szín a Földön, a világ lakosságának mindössze 1-2%-ának van ilyen színű haja. Egy kutatás szerint a skótok 40%-a rendelkezik a vörös hajért felelős génnel. James Clerk Maxwell, skót fizikus, egy 1855-ös tanulmányában leírta a színes fényképezés elméleti alapjait. A legelső színes fotót az angol fényképész Thomas Sutton készítette 1861-ben. Sutton egy szalagot örökített meg. Skóciában 790 sziget található, melyből csak 130 lakott. Skócia nemzeti állata az egyszarvú. A ma már a terhességek egyik legtermészetesebb eljárásának számító ultrahangos vizsgálatot először Ian Donald skót nőgyógyász alkalmazta a Glasgow-i kórházban az 1950-es évek végén. Az ókori rómaiak többször is sikertelenül próbálták meg elfoglalni Britannia északi részét, a mai Skócia területét az ott élő kelta törzsektől. A területet végül a 117 km hosszú Hadrianus császárról elnevezett fallal választották el a birodalomtól. A modern esőkabátot a skót kémikus Charles McIntosh találta fel 1824-ben. Amikor 1972-ben a norvég királyi gárda részt vett egy edinburghi katonai parádén, Nils Eglájen hadnagy javaslatára örökbe fogadták az állatkert egyik királypingvinjét. Az 5. Oláf királyról elnevezett Nils Oláf így az egység kabalája lett, aki rendszeresen részt vett díszszemléken is. A Nils Oláf név és cím öröklődik a pingvinek között, 1972 óta már a harmadik állat viseli. 2008-ban harmadik Olafot 5. Harald király egy látványos ceremónia keretében tiszteletbeli lovaggá ütötte. A két apró skót sziget Westray és Papa Westray között működik a világ menetrend szerinti legrövidebb repülőjárata. A szigetek közti 2,7 km-es távolságot a menetrend szerint másfél perc, a valóságban általában egy perc alatt teszik meg a repülőgépek. A rekord 53 másodperc volt.
Noha már az ókorban is voltak tűzoltók, a mai értelemben vett tűzoltóságot a skóciai Edinburgh városában alapították 1824-ben, 8 évvel megelőzve a londoni tűzoltóságot. A penicillin felfedezése a skót származású immunológus Alexander Fleming nevéhez kapcsolódik. 1928. szeptember 28-án, miután visszatért az egy hónapos szabadságáról, észrevette, hogy a laborban hagyott baktérium tenyészetei közül az egyik penészgombával fertőződött meg. A penicillium nemzetségébe tartozó penész tiszta tenyészetbe tette, és a kivonatával különböző baktériumfajokat kezelve rájött, hogy ez hatékonyan gátolja meg számos mikroorganizmus, többek között a skarlát, a tüdőgyulladás és az agyhártyagyulladás kórokozóinak fejlődését. A penicillint kezdetben nehéz volt nagy mennyiségben előállítani, így csak a II. Világháborúban kapott fontos szerepet, miután sikeresen kezelték vele a harctéri fertőzéseket és sérüléseket. Fleming végül 1945-ben megkapta az orvosi Nobel-díjat. Noha Fleming és a penicillin neve örökre összefort, az olasz kutatóorvos Vincenzo Tiberio már 1895-ben publikált egy tanulmányt néhány penészkivonat antibakteriális hatásáról, ám ezt a kutatást nem vették figyelembe. 4. Jakab skót király élénken érdeklődött a fogorvoslás iránt. Állítólag még fizetett is az embereknek, hogy rajtuk gyakorolhassa a foghúzást. A 19. században a skóciai Paisley városában állították elő a világ varrócérna készletének 90%-át. Skóciában körülbelül 300 kastély található, minden 2,5 négyzetkilométeres területre jut egy. Azért van belőlük ilyen sok, mert az országban számtalan klán létezett, és az idők folyamán szinte mindegyik épített egyet belőlük. 1723-ban újszülött gyermeke megölésével vádoltak meg egy Maggie Dixon nevű nőt. Az eljárás erősen megkérdőjelezhető volt, mivel azt sem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a gyermek élve születette, ennek ellenére Maggie-t halálra ítélték. 1724. szeptember 2-án Glasgow hírhedt kivégzési helyszínén a Grassmarketben felakasztották az akkor még csak 22 éves lányt. Amikor elszállították a holttestét, döbbenten vették észre, hogy a koporsója fedele megmozdult, ugyanis túlélte a saját akasztását, valószínűleg a kötél korai elszakadása miatt. A törvények értelmében azonban Maggie letöltötte a büntetését, így szabadon kellett engedni. Ezután még 41 évig élt. Emlékét a glasgowi Maggie Dixon pub őrzi.